Sziasztok! Ma egy olyan témába vetem bele magam, amit mindig nagy érdeklődés követ. Kis lakás berendezésére hoztam praktikus tárolási tippeket és térnövelő ötleteket. Itt a Budaörsi Kikáruházban ma berendeztem egy nappali és étkező funkciós szobát, és ezen keresztül fogom nektek szemléltetni ezeket az ötleteket. Régen volt már játék, azért arra gondoltam, hogy most lett megint, és ezt a helyes kis cicát lehet megnyerni, szóval, hogyha szeretnél játszani, akkor nézd meg a videómat, és a végén kiderül, hogyan vehetsz részt rajta. Alakíts ki egy látványos főfalat. Választ ki azt a falat, amelyik a leghangsúlyosabb, és ezt fogjuk kiemelni. Ezt megteheted egy mintás tapétával is, de egy még egyszerűbb ötletet mutatok. Fogj egy vödör festéket, és fest le úgy, ahogy én is csináltam. Választ a kedvenc színedet ehhez a technikához. Lakás lakberendezésénél arra figyelj, hogy légies bútorokat válasz, például egy filigránlábú kanapé, fotel és egy átlátszó üvegasztal nagyban növeli a teret. Ezen kívül én még egy kisméretű étkezőasztalt választottam, és vékony, keskeny, kisméretű székeket. Vásárolj olyan ülőfelületet, amelyik tároló funkcióval is bír. Egy otomán erre tökéletesen megfelel. Itt a Budaörsi Kikáruházban rengeteg színben található, így könnyen tudtam választani. Készíts egy galériafalat. Egy képfal nem csak vidám színfoltja a lakásnak, hanem otthonossá és személyessé is teszi. Ha több fotót helyezel el egy kupacban, garantáltan stílusos lesz a végeredmény. Már a régiek is tudták, hogy egy tükörrel teret lehet növelni, legalábbis látszólag. Használd te is ezt a trükköt, ha szeretnéd tágasabbá varázsolni szobádat, de falat bontani nincs lehetőséged. A tükör még mozgást és játékosságot is csempész otthonunkba. Most jön az én kedvenc trükköm, ami egy icipici helyet veszel a térből, és rengeteget nyersz vele. Egy picit kell csak előrébb tolnod a kanapédat, és mögé tegyél be egy polcot. Ha van jó asztalos ismerősöd, vagy olyan rokonod, aki az alatta lévő teret szekrénnyel be tudja építeni, akkor még többet nyersz vele. Lebegő polcok? Ide velük! A lebegő polcok, tudjátok, azok a polcok, amelyiknek rejtett a konzola, ezért olyan légies hatást kell. Pont erre van szükséged, ha pici a lakásod. Ráadásul extra tárolófelületet is nyersz ezzel a dekorációval, de vigyázz! Itt mindig rend kell legyen. A tévé alatti tárolásról sokan megfeledkeznek. Pedig nem kell ennek törvényszerűen alacsonynak vagy picinek lennie, gondolkozz magasabb vagy szélesebb megoldásban, így kétszer annyi dolog fér majd el ott. Remélem, hogy tetszett videóm, ha igen, akkor feltétlenül jelezd nekem egy lájkkal, és ha eléri a 2000 lájkot, akkor készítek egy második részt ennek a kis lakás ötletes videónak. Most pedig következhet a játék, amit már korábban említettem, megnyerhetitek ezt a helyes kis cicát, hogyha kommentben megírjátok, hogy melyik volt a kedvenc trükkötök, tippetek, és feliratkoztok csatornámra.
Látogassatok át gasztró csatornámra is, mert ott nagyon sok izgalmas tartalmat fogok az elkövetkezendő időkben megosztani, és mindenféle kihívások is lesznek rajta, érdemes átnézni, ide klikkelve megtehetitek. Legközelebb is találkozunk, sziasztok, szép kreatív napot!